Következő hozzászóló Apáti István, a Mi Hazánk képviselője. Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselő társaim. Rendkívül helyes és időszerű, hogy ebben a tárgykörben folytatunk érdemi vitát. Ugyanakkor sajnos abban teljesen biztos vagyok, hogy ennek a naptárévnek az elején nem robban ki a kegyelmi botrány, akkor itt a délután valamilyen teljesen más típusú, teljesen más tárgykörben folytatott vitára kerül sor. És nagyon bízunk abban, hogy nem valami fajta politikai termék tálalását jelenti ez a ma délutáni, majdnem estében nyúló vita, hanem lesz érdemi változás, fejlődés is a gyermekvédelem frontján. Ugyanakkor engedjék meg nekem, hogy néhány gyakorlatias szemszögű, vagy gyakorlatilag szemszögből tett észrevételt fogalmazzak meg. Először is az állam alapvető kötelessége lenne a gyermekvédelmi intézmények méltó ellátási körülményeit, emberhez és gyermekhez méltó ellátási körülményeit biztosítani, és egyáltalán a tárgyi feltételek biztosításáról, az eszközparkról, a felszereltségről kellene beszélni, másrészt pedig a gyermekvédelemben dolgozók tisztességes fizetéséről. Mindenfajta politikai sárdobálás vagy személyeskedés nélkül azért tegyük mindannyian a szívünkre a kezünket. Hányan dolgoznának itt a képviselőtársak közül azokért a fizetésekért, amelyektől, főleg önök, amelyekért dolgoznak azok a gyermekvédelmi dolgozók, akiktől minél színvonalasabb munkavégzést várnak el, és ráadásul plusz kötelezettségeket rónak rájuk, tehát gyakorlatilag már életvitelvizsgálat, kifogástalan életvezetés, megbízhatósági vizsgálat vár rájuk. Ezek a rendvédelemben, meg a titkosszolgálatoknál ismert kifejezések, és hát már csak ezért is magasabb javadalmazást érdemelnének, meg azért is, hogy ne hagyják el a pályát egyáltalán, ne váljon olyan tragikussá munkaerőhiány, hogy az már az alapvető működőképesség, az alapvető feladatellátást is veszélybe sodorja. De nézzük az előbb említett megbízhatósági vizsgálatokat. Ugye ez ismereteink szerint majd a Nemzeti Védelmi Szolgálat hatáskörébe kerül. Most ugye a Nemzeti Védelmi Szolgálat, mint tudjuk, gyakorlatilag az RSZFSZ-nek egyfajta jogutódja, tehát a Hajdan a rendvédelmi szerepvédelmi szolgálata látta el a fegyveres testületek belső elhárítását, a hivatalos személyek által elkövetett bűncselekmények felderítését és bizonyos nyomozati cselekményeit végezték. Most ezt végzi viszonylag jó műszaki és tárgyi felszereltséggel a Nemzeti Védelmi Szolgálat. Kiegészítve a Nemzeti Adó és Vámhivatal esetleges vezetője vagy munkatársai elkövetett bűncselekmények nyomozását, ugye ennek ilyen típus egyik nyomozás kapcsán jutottak például a Völner-Sádl ügy szálaira is a Nemzeti Védelmi Szolgálat munkatársai, csak hogy ők nemrég kaptak egy plusz feladatot az egészségügy, egy számukra idegen területről, az egészségügy szakterületéről, ugye döntően ők végzik, ez a szervezet végzi a nyomozást az orvosi hálapénzek felderítésével összefüggésben is. Gyakran titkos nyomozási eszközöket, leplezett eszközöket, módszereket vetnek be, és hát számos esetben ugye eredményes ez a munka, számos vádemelés is kapcsolódik az ő tevékenységükhöz. Én őszintén kétlem, és most Rétvár államtitkárat kezdem, őszintén kétlem, hogy jelen pillanatban lesz arra elég pénz, hogy annyival meg tudják emelni a személyi állományt az MVSZ-nél, hogy most már még egy újabb feladat, az M+1. Feladatként majd a szociális szféra, a gyermekvédelemben dolgozókkal kapcsolatos ilyen tevékenységet is el tudják látni. Őszintén szólva, kevés esélyt látok arról, hogy a kifogástalan életvitel vizsgálat az a gyakorlatban is megtörténik majd. És a Mi Hazánk mozgalmék legnagyobb félelme, hogy gyakorlatilag nagyon kevés körülmény, nagyon kevés dolog fog érdemben változni a gyermekvédelem területén. Ezt majd lehet lobogtatni június 9-ig, de kíváncsiak leszünk, hogy június 10-én hétfő délelőttől kezdve, hogy mennyire lesz önök számára, meg a kormánypártok számára fontos a gyermekvédelem témaköre. Hányszor fog majd azután is erről érdemben beszélni, vagy érdemben bármilyen információt kapni. Aztán van még néhány terület, amiről érintőlegesen szó esett, néhány képviselőtárs itt érintőlegesen említette, vagy szóba hozta. Ugye kétségkívül a pedofil jellegű bűncselekmények jelentik a legkirívóbb eseteket a gyermekvédelmi rendszeren belül, a legsúlyosabbakat, a jogilag és erkölcsileg leginkább elítélendőeket. Ugyanakkor van két esetkör, az egyik, ami szintén rendkívül nagy probléma, és lehet, hogy gyakoribb, mint a pedofil jellegű bűncselekmények elkövetése, az egyik a drog kérdése, a másik pedig a prostitúció. A drog tárgykörön belül gyakorlatilag valamennyi elkövetési formát ide kell érteni, a drog birtoklását, a drog
használatát és a drog terjesztését. Azok a tapasztalatok, személyes tapasztalataim és számosan információt visszahozzám, hogy mondjuk egy 10 000 főnél alig valamivel népesebb városban, ahol általában működik valamilyen gyermekvédelmi intézmény, a helyi rendőrség, meg aki egy kicsit a helyi viszonyokban jártas, jobban beágyazott, az átlagnál jobban beágyazott, az tudja, hogy kik terjesztenek kábítószert a gyermekvédelmi intézményben, mondjuk milyen személykört érinthet, ez főleg az ott, vagy ott tartózkodó gyermekek vonatkozása, és hát a rafináltabb bűnözők eszközként használják a gyermekeket, hiszen a 14 év alatti az elkövető akkor gyermekkor miatt büntethetőséget kizárók áll fenn, gyakorlatilag még nem kerül börtönbe a gyermek sem. 14. és 18. életév között számottevően enyhébb büntetése számíthat, hogyha esetleg lebukik és mondjuk büntetőjárás hatály alá kerül, és nyilván egy ilyen életkorú gyermek vagy fiatal nincs az a tisztában, hogy ez a felnőtt életét majd milyen mértékben fogja befolyásolni, vagy adott esetben tönkretenni. Ráadásul ez döntően nem a drágábban, magasabban elérhető kábítószerekhez, hanem a silány minőségű olcsó kábítószerekhez kapcsolódik, amelynek az egészségre gyakorolt, egészségre kifejtett hatása akár egyszeri használat esetén is maradandó egészségkárosodást jelent. És egyébként ez ettől függetlenül elképesztő hasznot termel azoknak a bűnözői köröknek, amelyeket ismétlem a helyi viszonyokban járatos civilek is jól be tudnak azonosítani, névről, arcról, becenévről, lakhelyről, de valahogy azt látjuk, tisztelet a ritka kivételnek, hogy a helyi rendőrség számára ez valahogy radar alatt marad. Valahogy radar alatt marad, és valahogy a rendőrség nem képes ugyanazt érzékelni vagy észlelni, mint amit egy egyszerű választópolgár mindenfajta különleges eszköz bevetése nélkül, személyismeretei, társadalmi kapcsolati alapján pontosan fel tud deríteni. Sokszor, mintha a rendőrség cselekvőképtelen lenne, vagy lehet, hogy úgy érzik, hogy úgyis mindig újra termelődik a probléma, hát ez ellen felesleges hadakozni. Hát ennyi erővel akkor igazából mindegy lenne, hogyha nem tartanánk fel rendőrséget, természetesen még mielőtt valaki félre magyarázná, nagyon nagy szükség van a rendőrségre, csak ezt a fajta rendőri vagy rendőri vezetői, mert inkább vezetői probléma ez, rendőri vezetői hozzáállást nem tudom értelmezni. Nekem Szabolcs-Szatmár-Berek vármegyében is vannak ilyen jellegű tapasztalataim. A másik nagy probléma, hogy a prostitúció, amelynek a legsúlyosabb, legkirívóbb esete, hogyha esetlegesen azok szervezik, vagy azok vesznek részt, akár adott településen belül, akár tágabb körben ennek a szervezésében, akiknek a felügyeletére bízzák a gyermekeket, de sok esetben összeér a drog kérdéssel, tehát akik a drogkereskedelemben részt vesznek, azok az esetek túlnyomó többségében szervezik a prostitúciós jellegű tevékenységet is, amelyen megint egyrészt elképesztő mértékű profitot termelnek egyes bűnözői körök, másrészt valahogy az esetek túlnyomó többségében ez is elkerüli a rendőrség figyelmét. És hát ugye az egyszerű átlag állampolgár joggal érezheti úgy, hogy miért a saját életét, testépségét sodorja veszélybe, miért tegye ki magát annak, hogy erről információkat ad át, amikor adott esetben lehet, hogy bizalmasan átadott információk pillanatokon belül visszajutnak az elkövetői körhöz. Na most, hogyha erre nem fordítanak speciális nyomozati eszközöket ezeknek a felszámolására, akkor garantáltan nem sokat fog érni az a vita, meg az a majdnem megszavazandó törvényjavaslat, amiről itt most alapvetően szó van. És hát engedjenek meg nekem egy személyes példát, egy, ha úgy tetszik, jogesetet, amely egy speciális tárgykörét öleli fel ennek a témakörnek, ez pedig a hivatalos személy által elkövetett bűnpártolás eset, ami már nagyon közel áll rendszertanilag, meg büntetőjogilag is K. Endre tevékenységéhez. Valamikor 20-21 évvel ezelőtt történt korábbi munkahelyemen, Kocsordon, amikor is nyilvánvalóan nem a gyermekek felügyelői, azok, akikre a gyermekeket rábíztak, nem ők voltak az elkövetők, hanem egy mind az elkövetők, mind a sértett értelemszerűen általános iskolás korában adódóan 11. életvét be nem töltött személy volt. Két fiúgyermek próbált, szerencsére úgy emlékszem, hogy sikertelenül orális közösülésre kényszerítani a mosdóban egy harmadik, sokkal gyengébb és fizikailag is gyengébb és gyenge értelmi képességű kisfiút. Kísérleti szakaszban megrekedt a cselekmény, tehát szerencsére nem történt meg a legrosszabb. Aztán, amikor a sértett gyermek, édesanyja
aki szintén rendkívül csekély szellemi képességekkel rendelkezett, hogy nagyon finoman fogalmazzak, érthető felháborodásában az iskola akkori igazgatójához fordult, akkor az igazgató azzal küldte el melegebb éghajlatra, hogy jobban jár, ha nem szaladgál meg, nem ugrál, mert még ő fogja a végén megütni a bokáját. Na most egy egyszerű, iskolázatlan, analfabéta, asszonyság, ettől természetesen megijedt, de egyébként a településen belül a polgármester hivatalig, meg a képviselő testületig hatoló botrányt azért elő tudott idézni, hiszen érthetőben annyira felháborodott, hogy azért mégsem fogta be teljesen a száját, de a rendőrségre, meg az ügyészségre nem mert elmenni. Amikor én akkor még aljegyzőként erről tudomást szereztem, fittyet hányva mindenfajta alá és fölé rendeltségi viszonyra, személyesen tettem feljelentést a Mátészalkai rendőrkapitányságon, ismeretlen tettes ellen, csodálkozott is az eljáró rendőr, hogy én már minősítettem is a cselekményt, bekezdés, paragrafus bekezdés és minden alapon szerint, hogy ez hivatalos személy által elkövetett bűnpártalás, akkoriban 5 évig terjedő szabadságvesztéssel lehetett volna ezt büntetni. Mindent elmondtam legjobb tudásom és legtisztább lelkiismeretem szerint, amit tudtam, és az lett annak a vége, tisztelt képviselőtársak, hogy én akkor még naiv fiatalként abban bíztam, hogy sikerül majd kideríteni az igazságot. Aztán rájöttem, akkor mondjuk már nem először, hogy általában ugye akinek igaza van, annak egy dolog jár, mégpedig a szája, és ha más szempontból vizsgálja az ügyet a rendőrség és az ügyészség, akkor ott a helyi, kisvárosi kapcsolatrendszereken nem nagyon lehet áthatolni, és egy 20 éves pályakezdő aljegyző nem fog tudni ezzel mit kezdeni. A rendőrség és az ügyészség koprodukciójának eredményeként megszüntették az eljárást, az igazgató nyugdíjba mehetett, egy dolgot sikerült elérni, hogy hosszú évekig, legalábbis 2010-es mandátum szerzése, még amíg ebben a faluban dolgoztam, nem fordultak elő hasonló esetek, és az iskolai bűnelkövetésnek ez a formája megszűnt. Tehát amíg ezeket a fajta személyes, becsontosodott helyi kapcsolatrendszereket nem sikerül megtörni, amihez bármifajta törvényalkotás kevés lesz, addig nagyon csekély lesz a felderítés aránya, tisztelt államtitkár úr. Tehát amíg azt látjuk, hogy nyilvánvaló bizonyítékok, akár nyilvánvaló tanú bizonyítás ellenére meg lehet úszni hivatalos személy által elkövetett bűnpártalásokat, meg ki lehet tenni óriási veszélynek 14 éven aluli gyermekeket, addig itt nagyon nehezen fog változni bármi is. És azért hoztam fel direkt ezt a tényállást, mert úgy emlékszem, hogy nem szerepel a nem elévülő bűncselekmények felsorolásában, de hogyha mégis szerepel, akkor megkövetem önöket, és akkor egy gonddal kevesebb, ha nem, akkor legyenek szívesek ezt belevenni, hiszen K. Endre cselekménye is valahogy inkább ehhez volt közel. Az más dolog, hogy kényszerítésnek minősítették, de lehet, hogy egy halmazati bűncselekményt rosszul ítélt meg az ügyben eljáró rendőr vagy ügyész, ez elég gyakran előfordul egyébként, úgyhogy úgy néz ki, hogy leírhatunk mi itt bármit, vitatkozhatunk itt nagyon jó, de a gyakorlatban, a való életben sokszor személyes kapcsolatokkal helyben befolyásosnak tűnő személyek, vagy magas vezető beosztású személyek sok mindent megúszhatnak. És végül, de nem utolsó sorban, visszatérve egy pillanatra itt a kifogástalan életvitelre, vagy életvezetésre, meg a megbízhatósági vizsgálatokra. Hát, hogyha a törvényhozók elvárják a gyermekvédelemben dolgozó vezetőktől, meg meghatározott beosztású munkatársaktól a kifogástalan életvitelt, ennek a felülvizsgálatát egyébként csekély és céljénteljes javadalmazásért, akkor a társadalom joggal várhatja el, hogy ilyen típusú vizsgálatokat legalább az állami vezetőkkel kapcsolatban írjunk elő. Nagyon indokolt lenne szerintem, 10 magyar választópolgárból 11 támogatná, hogy mondjuk meghatározott magas állami vezetői beosztásokban sor kerüljön akár rendszeresen, akár szúrópróbaszerűen pszichológiai vizsgálatokra. Szerintem egyes esetekben még az elmekortani vizsgálat is indokoltnak tűhet, nyilván ez személyfüggő, kifogástalan életvitel vizsgálatára is nagy szükség lenne azoknál, akik előírják ezt a gyermekvédelemben dolgozóknak, és egyébként, ha már itt tartunk, akkor akár rendszeresen, akár szórópróba szerint mondjuk a drog használat vizsgálatára is, drog tesztek keretében, erre én 4 vagy 5 évvel ezelőtt javaslatot tettem, sajnos ebből nem lett semmi, pedig
mindenfajta bulváros hangmérete nélkül vannak, vagy lehetnek olyan állami vezetők, akikkel kapcsolatban, vagy esetleg EP listavezetők, akikkel kapcsolatban a rendszeres droghasználat alapos gyanúja merül fel. Nekik az elsőrendű érdekük, hogy tisztázzák magukat az esetleges alaptalan vádak alól. A mi hazánk mozgalom áll minden ilyen vizsgálat elében, mi hazánk mozgalom vezetői és képviselői. Kíváncsiak vagyunk, hogy az ellenzék más pártjai, vagy a kormánypártok vezetői ezzel kapcsolatban hogy nyilatkoznak. Mert is fejtegetni valójuk alávetik magukat ezeknek a vizsgálatoknak. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, Apáti István!